menjünk is, rakjuk le a baszki, rakjuk le a tervrajzunkat. Ezzel a kis eszköztárral mennyit fogunk össze-vissza rohangálni? Tervrajz letöltve, cucc eladva, oké. Na, most már aztán haladjunk tovább, de tényleg. Igen, felvettük. Na, mivel most már gyors gombokhoz hozzá van rendelve, hogy az életerőnket és a státusunkat tudjuk tölteni, hogyha megnyomnám az Y gombot, akkor a státusomat tölteni újra a készülék, de mivel látjátok, ez most tele van, a B gomb az életerőmet tölteni újra, és a vicc az, hogyha felvált nyomkodom őket, akkor olyan, mintha Isaac szirénázna. Nézzétek! De hülye vagyok. Oh. Sajnos a hölgyet nem tudtuk megmenteni. Uha. Gyerünk! Agyonlőni, agyonlőni, agyonlőni! Azaz, sikerült. Sikerült még mielőtt nekromorfát tette volna azt a holttestet. Fű. Hát igen, a lakossági szektor rengeteget szenved most az evakuációtól. Szegény nőt sem tudtam megmenteni sajnos. Nem lesz egy kellemes utazás itt a lakossági szektoron belül, elhihetitek nekem. Oké. Okay. Ó. Oh. Ah, már megint valami fasság van. Vagy nem? Vagy valami van fölöttem, vagy... Jó. Megjöttünk. Isaac! Isaac, over here! Strass! Who are you? It's the drugs, Isaac. They gave us drugs to make us forget. But it's all coming. I don't know what you're talking about. Why are you calling me? Isaac! Isaac, look out! Mire vigyázzak? Jaj, persze! Állj! Téged utállak! Ezt a fajta nekromorfot gyűlölöm. Rohadt gyors is. Fú! Idegesítő. Hűj! Oké. Maga meg ne üldögöljél ilyen szépen itt. Ezek a kezem! Izsák barátunk. Hát jó. Próbáljunk meg átvergődni itt. Van, aki el se akarja hagyni az otthonát, annyira be van pánikolva. Valakinek itt kellett hagynia az édesanyját. Ó, oh, persze, maga meg a szomszéd, aki mindig belüli az órát mindenbe, mi? Apropó, szomszéd! Égyni. Igen, egy kis Silent Hill 4 referencia. Hoppácska, mi volt ez? Mi ez? Dárdavető cölöpök. Igen, a Dead Space 2 tele van pár érdekes új fegyverrel. Oké, sikerült elmenekülniük. Nos, mi újság az édesanyjával? Kezit csókolom, itt tetszik lenni? Ó, vagy úgy. Hát nem csodálkozom, hogy nem akartak rajta segíteni, szegény nő. Semmi gond, én segítettem rajta, és ez a lényeg. A király magát lehúzza magát a WC. Ó, jaj. Mi az ördög volt ez? Egy nőből átalakult nekromorf csupán, semmi több. Ijesztő hangjuk van a nőkből átalakult nekromorfoknak. Atya világ, ezek a hangok. El se akarom képzelni, mi folyik odabent.
féle hangok jönnek ebből a mosógépből. Oké. Nem akarok tudni róla. Oh-oh. Nézzétek a sisakom. Oda nézzétek. De jól néz ki. Az már annyira nem néz ki jól. Szépséges. Oké, felettem is vannak szellőzők, ez roppant kellemetlen. Nem. Ahaha! Pont te, rohadék. Ide azzal a szerrel, köszönöm. Ó, hát hogy ne. Ujj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 
És még mindig él, el sem hiszem. Csodás. Így né. Hát hogy ne. Tessék csitulni. Aha. Csak úgy süttyomban, mi? Csak úgy süttyomban. Semmi gond. Urai vagyunk a helyzetnek, teljes mértékben. Jó. Nézzük csak, ez egy stázis csomag. Szépen feltöltöttünk mindent. Hogy áll az eszköztárunk? Ha, egész jól. Mármint a szabad helyre értem. Rendben. Túl sok irányban nem tudunk menni, csak is kizárólag egyenesen. Oké, barátom, rendben. Nem akarok zavarni téged. A világért sem. Egy felvonó. Illetve egy szöveges napló. Nézzük csak. Titán első rész, csak arrébb megyek egy picikét, hogy csendbe tudjak olvasni. Az Egyesült űrutazási Egyesület történelme. Titán állomás, egy hód meghódítása. Első rész. A bolygótörés először vált lehetségessé az egységes mező elmélet felfedezését követő évtizedekben, mely lehetővé tette a gravitonok irányítását ugyanazzal a módszerrel, melyel az elektronokat is irányítani lehet. A nagyméretű graviton vezérlők megjelenésével világossá vált, hogy a bányász konzorciumoknak új eszköz van a kezükben. Mindez egy új korhoz vezetett, így a naprendszerben kívüli bányászat már nem volt kérdéses, és a bolygótörés veszélyei még ismeretlenek voltak. A Saturnus Titan nevű holdja lett az első holdaratás célpontja, ahogy akkor nevezték. A Saturnus olyan messze volt a Földtől, hogy a konzorcium munkához láthatott, és mégis észszerű időn belül odaértek az ellátmányok. Királyság. Na akkor hát, felvonó. Felvonó és haladjunk. There are necromorphs everywhere. Is the entire sprawl infected? How this happened? The marker was destroyed, Dana. I destroyed it. You destroyed a marker, Isaac. Tyvan built another one. On this station? Why? It's powerful alien technology. Tyvan wants that power. Get to the tram. It'll take you to the Cassini Tower's premises. Dana? Damn it. Igen, ugye a Dead Space 1-ben lévő vörös jelölőoszlop és ember által készített jelölőoszlop volt. Az sikeresen sikerült elpusztítanunk, és most elvileg ez az új vezérigazgató Tideman készített egy másodikat. Hogy miért tenne valaki ilyesmit, az épp elmével nem felfogható. Pénz. A lényeg az, hogy ezeknek a jelölőoszlopoknak hatalmas erejük van, ami a emberi pszichére hat elsősorban. És az emberiség... Igen! És az emberek ezt próbálják meg a hatalmukba állítani. Hát...
Látni fogjátok, hogy idegen technológiával való pöcsülés mindig milyen jóhoz vezet. Na! Hello! Láttam ám! Wow! Bizonyám, akkora a pánik, hogy egymás csak mennek az űrhajók. Ó, oh, ez szépen néz ki. Na, maga valószínűleg... Így van, hohoho! Szerintem telibe lőttem a csókát, de még... Aha, igen, most dőlt el. Így mi? TST. Ugye nyugton maradsz? Most már biztos. Amíg ilyen izgalmas, idegtépő zene megy a háttérben, addig biztosak lehettek abban, hogy nem vagyunk biztonságban. Kábelrendező, nye, belépítni tilos. Ó. Az öngyilkos merénylők. Nekik a hangjukat imádom, annyira elvetemült hangjuk van. Ja, Istenem. Hoppá, mi az ott? Ajaj. Aha. Szóval az energiával voltak gondok, értem. Hadd nézzem csak. Pénz? Az ott micsoda? Aranyfélvezető? Haha, hogyne. Nem baj, akkor viszlek téged magammal, barátom, mert téged bizony eladunk előbb a YouTube. Ez írja a legeslegtöbb pénzt. Ó, megérkeztünk a... Mi az ördökhöz? Vasútállomáshoz. Oké, téged egyelőre itt hagyunk. Wow. Nos, ez is valami. Ó, oh, ne. Ez az a mocsuk, ami még több nekromorfot csinál. Ez a kis szárnyas dög. Megfertőzi a holtesteket. Hú! Nem. Nem. Hol a másik kis két barátom? Nincsen? Nincs több? Előfordul, viszont neki kell, hogy legyen, de túl messze van. Au! Hogy is van ez? Ide veled. Hú! Nem! Ezt nem kéne csinálni, ezt rohadtul nem kéne csinálni. Hülye vagyok, hogy hagytam. Elnézést, bocsánat. Szájler rólam, rohadék, szájler rólam. Ez az Isaac. Szedd le. Igen! Kitért a fullánkját a mocsoknak. Wow. De aztán jól tudod magad irányítani a semmiben. Ó, oh, igen. Fú. Arrohat minden itt. Új ív töltet. Itt mi volt, ami felbukkant pénzecske? Lehet, hogy nem kellett volna hagynom, hogy annyira... Szétvigye a fertőt a kis dög, csak hát na...
Csak hát na. Hogy állunk eszköztárral? Ó, kettő szabad stóc. Kettő szabad helyen van, az szóval az a félvezető jön mindenképpen. Őt muszáj elvinnünk magunkkal. Nino, 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 Nino. És akkor lesz helye az ív töltetnek is, amit itt hagytam valahol égni. Szerencsére van hely mindennek. Na, hát akkor hát... más választás nem lévén. Pattanjunk fel erre a vonatra és menjünk az úti célunk felé. Amúgy meg... hát nézzem csak... küldetés. Találkozó Dana csapatával. Nem tudom ki ez a nő, de segített eddig eljutni. A bizalom itt nem tényező. Segített túlélni, és csak ez számít. Azt mondja, van gyógymódja a halucinációkra, és kiútja az űrállomásról. Nem veszíthetek semmit, ha találkozok vele. Juss el az állomásra. Dana a fertőzés túloldalán van, és az állomáson keresztül leggyorsabb buta villamos. Oda kell jutnom, mielőtt magával ragad ez a káosz. Javítsd meg a villamost. Úgy látszik, a villamos kiürítési protokollja bekapcsolt. Át kell drótoznom, hogy elinduljon. Akkor hajrá. Akkor hajrá. Át kell drótozni a villamost. És ahogy látom ezt... ezt itt meg is tudjuk tenni. Na nézzük. Igen. Igen. Így van. Gyűzve a kikapcsolva, a drótozás kész. Hello! Így van. Sajnos a limitált eszköztárunk miatt nem mindig tudunk minden magunkkal vinni. Miért van ez zárva? Ahol vagy úgy. Öt nem. Nem, ott maradsz. Határozottan nem szeretném, hogyha lehánynál engem, köszönöm. De úgy néz ki, hogy... most már tovább tudunk menni. Oké. A kisorvosi csomagot továbbra sem tudom elrakni sajnos, szóval őt itt kell hagynunk. Haladni most már? Ó. Aha! Nem köpünk be. Rossz. Nem köpködünk. Szuper. Igen. Valami sajnos nem tudunk tovább vinni magunkkal. Nézzük csak. Hát jó. Rendben. Nem baj. Amúgy is vákumban vagyunk, szóval a ruhánkon lévő fúvókákat tudjuk arra használni, hogy el tudjuk érni valahogy a villamost. Vigyázni kell, hogy megcsapjon minket valami törmelék. Ó, albetű. Nyom. Igen. Oké. Okay. Ahogy ne. Azaz. Puff csicsa a dirdur. És te pocér is vagy ráadásul. A seggedbe átpüske. Mondom, egy csomó dolgot nem tudunk magunkkal vinni sajnos. Ojaj! Szana szétesik a kurva villamos. És még ilyenkor is tudunk lövöldözni. Oké, hát ez kellemetlen, hogy hiperagadtunk. És az igazság az, hogy ez csak azért lesz kellemetlen, mert... mondom, azért lesz kellemetlen, mert... igen, pontosan emiatt. De bízom benne, hogy a kicsikét megváltozott célzási metódus az nem lesz túlzottan ellenem. Ajaj.
Már pedig lehet, hogy de. Az ide ne éljen. Nem szabad ide érned. Nagyon jó. Neked se. Hiába vagy pucér, meg jó képű, nem szabad ide érned. Ajaj. Igen. Én mondtam, nincs a jegyem. Tudom, hogy nem mondtam, de hagyjon engem békén, kérem. Isaac, el onnan! El onnan, mert csak azért is kírja a jegyeket. Fuck this! Dana, I need a new route. What happened? I thought we lost you. Majdnem. Where am I? How did you end up there? Hang on. This won't be the most pleasant route, but it'll get you to the Cassini Towers residential sector. Damn it! Tyman has the signal again. Keep moving. Okay. You're very important to them, Isaac. Hold tight. I'll contact you soon. Hogy pontosan miért is kerget minket ez a Tideman, az Isaac elméje miatt van, meg az elménkben található jelölőoszlop hullámok miatt. Ó, itt a keze, amit lelőttem a nagy dögnek. Hát nézzem csak eszköztárral, hogy állunk. Oké. Tervrajz. A tervrajzot mindenképp el kell vinnünk magunkkal. Ha nézzem csak, ezt egyelőre rakjuk le. Töltsük fel a stázisunkat. Hívtöltet. Ha nézzem csak most. Oké, tervrajz, gyere! Impulzus töltet. Hát addig az ív töltetet szépen visszük magunkkal. Felfele kell majd mennünk, de oda én még el akarok nézni. Hát ha van itt valami rejtett jóság. Ó, energiagóc! Nagyon jó! Nagyon-nagyon-nagyon jó. Gyere velem! Oda. Pénzecske, az mindig jöhet, az legalábbis elfér. Kicsit előre megyek, megnézem, hogy van-e valami bolt a közelben. Jaj. Sajnos a kisgyerekek sem úszták meg a nekromorf fertőzést. És bizony belülük volt rengeteg itt a titán. A titán állomáson! Húcs ez meg! Azt a mindenit. A Dead Space 1-ben nem néztem be ennyiszer ezt a trükköt, mint itt. Jesszus úristen. Oké, egy boltot kérnék szépen. Ó, gyerek, játékok, meg minden. Ah, ott egy bolt. Ez nagyon jó. Pénz? Gyerekek zseppénze. A horror játékokban határozottan utálom a gyerekeket. Mint itt is! Rengetegen vannak, úristen! Rengetegen vannak, és mind pucér, és mindegyik sikít, meg minden baja van. De legalább gyorsan hullanak. Még itt mellettem is? Vagy csak rosszul hallom. Utálok gyerekekre lövöldözni. Strass! Isaac, you're still alive? We can't talk. I think they're tracking our signals.
Are the memories coming back to you? They're coming back to me. The good ones. And the bad ones. The more I remember, the more my head hurts. I keep seeing the symbols. Do you know the symbols too, Isaac? In him. I keep seeing his face. Nos, Strass barátunkat is kergetik a katonák. Hála Istennek, itt egy bót le tudok pakolni és vissza tudok menni a elhagyott cuccaim után. Impulzus karabély. Így fegyver, dárdavető. Jó van, töltényeket lerakjuk. És akkor felveszem ezt is. Egyelőre új fegyvert még nem akarok venni. Azzal még várnék egy picikét. Hoppácska, túllőttem a célon. Azért a két ív töltetért viszont vissza akarok menni. Illetve, oké, belefér a dologba. Teljes mértékben belefér a dologba. Egyszer, és itt volt a második is. Csak csinálok egy gyors kört itt, hogy nehogy itt hagyjak valamit. Biztos, ami tuti. Utálnám, hogyha valami fontos cuccot elhagytam volna. Oké. Akkor hát hajrá! Úgy néz ki, hogy a legjobbat ki tudtam hozni egyelőre a készletszituációból. Szóval az ív tölteteket, amiket egyelőre nem tudok használni, azokat is lerakjuk. Illetve azon gondolkodom, hogy egy-két adag plazma töltetet is lerakunk. Hogy legyen helyünk, hogyha találunk dolgokat. Illetve most már azért megejtek egy mentést, biztos, ami tuti. Harmadik fejezet. Mi? Oké. Valószínűleg egy régi-régi játékállásmentés. A nyomás felfelé. Ez gyors volt. Hó! Ez az... pénz! Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Strauss. He was a patient in the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. On site. This is not a drill. Move immediately to the nearest evac route. Mekkora kivetítők vannak a titán állomás külsején. Attention. This is Director Titan. A station-wide emergency is in effect. In accordance with Titan Station Civic Code, I am declaring martial law. All citizens are ordered to evacuate. Looters will be shot on sight. This is not a drill. Move immediately to the nearest evac route. Oho, pénz. Igen, erre kéne mennünk, és hát... A jelölő oszlopnak a jele. Hmm.
nem igazán szeretnék arra menni, de sajnos kénytelen leszek.